Márciusban jelent meg a gabona export tilalmáról szóló rendelet hazánkban. A szabályozásról is szó esett azon az agrárfórumon, amit Mohácson tartottak nemrég. Van egy felület, a Nébiknek a honlapja, ott a gazdálkodó bejelenti, hogy kinek szeretné eladni azt a terményt, és milyen áron szeretné eladni, ezt mind a kettőt nagyon fontos, meg kell neki határozni, és azt látja az állam, hogy itt Magyarországon hiány keletkezik abból az úgymond terményből, akkor ő arra elővásárlási jogosultságot fog tenni, ugyanazon az áron el fogja tudni adni a gazdálkodó, mind a külföldi vevőnek felajánlotta, vagy a belföldi vevőnek, teljesen mindegy. Mondta a gyakorlati tudnivalókról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A jogszabály a stratégiai jelentőségű búza, rozs, árpa, zab, kukorica, szójabab és napraforgómak kivitelére vonatkozik. A gabonaárak alakulásán már látszik a háború hatása, tudtuk meg Rittlinger Józseftől. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy napraforgó az 36-37 ezer forint mázsája, a kukoricának 12 ezer és 13 ezer forint között van mázsája, és az étkezési buzának 14 és 15 ezer forint között van mázsája, ami az előző éveknek akár a duplája is. Az üzemanyag árváltozása, az euró árfolyamának ingadozása, az új gépek ára duplájára emelkedett, a műtrágya ára hétszeresére. Ezek mind azt eredményezik, hogy változnak a terményárak hétről hétre. Ráadásul 5 hónapos aszály sújtotta a déli országrészt, ez is hatással van az agrárpiacra.